Az én nevem Jós Andrea, én vagyok a Brain Bar egyik moderátora, és ma egy olyan témával készültünk, ami így vagy úgy azért mindenkit érint. Mert szerintem valószínűleg nem csak rám igaz az, hogy talán mindenki feltette már egyszer ezt a kérdést magának, hogy miért ott vagyunk, ahol vagyunk, miért lettünk azok az emberek, akik lettünk, és adott esetben miért kerülünk néha újra meg újra ugyanazokba a helyzetekbe. Miért éppen ide, és nem máshol vezetett az utunk. És a mai vendégem azt ajánlja, hogy ne csak önmagunkban keressük a válaszokat, hanem nézzük körül a családunk házatáján is. Szóval kérlek, fogadjátok nagy szeretettel Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológust, az Örökölt Sors című könyvszerzőjét. Sziasztok, szervusz Andi! Szia Noémi! Kezdjük is ott, ahol egyébként a nézőink többségét általában ez is érdekli, hogy ugye az Y és a Z generáció tagjai milyen problémákkal küzdenek, avagy milyen olyan hozott problémáink vannak, amiket adott esetben örökölhettünk is. Tehát, hogy ez hogyan van így, meg ugye bevezetőnk kapcsán is ezt már kicsit megközelítettük. Hát ugye itt egy nagyon széles időintervallumról beszélünk, hiszen a Z-seknek az eleje ott 11 éves. És az Y-oknak a vége pedig, akikre azt mondjuk, hogy ők az Y-generációnak a szülöttei, ők pedig 40 évesek. Szóval, hogy azért ez egy nagyon tág határ, amin belül így megpróbálunk azt mondani, hogy aha, akkor most rátok ez vagy az hatott. Én onnan indulnék ki inkább, hogy milyen életkori feladatok vannak ezekben a korszakokban. Erik Eriksonnak van egy nagyon izgalmas elmélete, aki azt mondja, hogy az életünk során mi mindannyian különböző feladatokkal, kihívásokkal szembesülünk, és ezeknek a kihívásoknak kell valahogyan megfelelni. A kamaszkorban, tehát ami úgy nagyjából úgy 13 éves korban kezdődik, és tart a 20-as évünknek az elejéig, akkor az a feladatunk, hogy megtaláljuk a saját identitásunkat, hogy választ találjunk és választ adjunk arra a kérdésre, hogy kik is vagyunk, hogy döntsünk a lehetséges identitások, életutak, szeretem, nem szeretem dolgok között. Tehát, hogy gyúrjuk magunkat. Ez egy jó nehéz rész, igen. Igen, ez nem egy egyszerű feladat. És azért kezdek innen, mert az, hogy itt ebben az időszakban mennyire tudunk megfelelni ennek a kihívásnak, és megtalálni azt, akik igazán legbelül mi vagyunk, az azon is múlik, hogy a családunk, a közvetlen környezetünk ezt mennyire támogatja. Vannak olyan családok, ahol bátorítanak, ahol azt mondják, hogy igen, csináld, próbáld ki magad. Míg más családokban, ahol egy ilyen merevebb struktúra öröklődik, akár generációkon keresztül, ott azt látjuk, hogy a gyerek már mielőtt megszületik, egyfajta ilyen elvárás csomaggal szembesül, már magzati korban fiú legyen, vagy lány legyen, mikor szülessen, most már ugye tudjuk, hogy akár a szüléseknek az időpontja is, az nem csak úgy akkor van, amikor egy baba úgy érzi, hogy na hát ő készen áll arra, hogy ő kibújjon, és akkor elkezdje itt a külvilágban az életét, hanem vannak olyan szülők, akik én nagyon kategórikusan így azt mondják, hogy ez az én döntésem, hogy ő mikor jön világra. Ugye ezek a mindenféle orvosi indoklás hiányában is megtörténő programozott szülések erről szólnak. Tehát, ugye itt már lehet látni, hogy a szülő azt gondolja, hogy ő eldönti, hogy a gyerekének mi lenne a jó, és milyen utat kövessen. Na most ez ugye a kamaszkorban nem könnyíti meg az identitáskeresést, és ezek a gyerekek általában nagyon hamar akkor azt mondják, hogy ja, látom, hogy a szabadságomnak nincs tere, akkor jó, kvázi behódolok, és követem azt az utat, amit ti előírtok nekem. Ezt úgy hívja egy másik nagyon izgalmas elméletalkotó, aki szintén fejlődéspszichológiával foglalkozott, őt úgy hívják, hogy James Marcia, hogy ők a korai zárók, akik nagyon hamar leteszik a voksukat, biztosabb nem kísérletezni, hanem elfogadni azt, amit a szüleimtől kapok. Tehát és apukám orvosnak szánt, akkor megyek orvosnak. Így van. És hát velük ugye, ahogy így megyünk előre, így az életben, azért gyakran előfordul, hogy így a 30-as éveik második felétől, 40 éves kor környékén, így azt mondják, hogy hoppá, hát nem is tudom, hogy ki vagyok. Tényleg az vagyok, aki szerettem volna lenni. Megélhettem én a szabadságomat? És ugye itt kötődik össze az, amivel mindannyian szembesülünk, mint fejlődési feladat, azzal, amit a családunk enged, vagy nem enged számunkra, amit támogat, vagy amit ellenez. Tehát, hogy a kérdés mindig az, hogy nem is a generáció, hanem az adott életkorban megjelenő feladatodat hogyan reagálja le, segíti vagy nem segíti a családod. Ez a nagyon izgalmas. Mert most is, hogyha mondom, 40-től 11 év, vagy 11-től 40 éves korig vizsgáljuk mondjuk ezt a generációt, ezt a két generációt, de hát itt nagyon-nagyon sokféle családdal, családi hiedelemrendszerrel találkozunk. És akkor itt jön be aztán a transzgenerációs kutatás is, amit te is közvetítesz felénk, ugye? Így van, hiszen a családunktól nem csak a génkészletünket, vagy az epigenetikai örökségünket kapjuk, hanem a családban egyfajta hiedelemrendszer is. Minden család hisz valamit a világról. Hisz valamit arról, hogy lehet-e szabadnak lenni, hogy hogyan lehet, hogyan érdemes boldogulni a világban, hogy hisznek valamit a boldogságról például. Van olyan család, ahol azt mondják, hogy boldogság, hát ne vicceljünk már, hát az élet az egy szenvedés. Tragédiák sorozata, hát nézd meg, hát most is mi történt? Hát alig győzzük feldolgozni ezt a rengeteg megpróbáltatást. Boldog akarsz lenni? Esetleg még ad abszurdum boldog is vagy, és látjuk rajtad, akkor ugye mit jelent? Szembe mész a családi hiedelemrendszerrel. És ez is egy nagyon izgalmas kérdés, így a mit hozunk otthonról, és mit viszünk tovább, és mennyire tudjuk a saját életünket élni kérdés szempontjából, hogy van-e neked lehetőséged arra, hogy mondjuk a családi hiedelemrendszert felülírt, hogy átalakítsd. Mert ugye mindannyiunknak van két nagy törekvésünk. Szeretnénk ezt a belső önvalónkat megélni, megvalósítani, de közben nagyon fontos, hogy kapcsolódni is tudjunk a családban. Hogy ott maradjunk abban a közösségben, aki az életünk elején olyan nagyon meghatározó, és egyébként is, mindig is, tehát akkor is, hogyha leszakadunk a családunkról, akkor ez a szakadás lesz nagyon meghatározó, szóval a családunktól így valami fajta hatás nélkül végleg elszakadni nem lehet. Tehát ugye a család az mindig nagyon befolyásolja a mi életünket, így vagy úgy. És ez egy nagy kérdés, hogy kell-e, megkövetelik-e tőled, hogy kövesd az ő elképzelésüket az életről, vagy megkapod azt a szabadságot, hogy te kidolgozd magadban a válaszokat a kérdésre. Ezek tényleg ilyen alapkérdések. Lehetek boldog? Lehetek sikeres? Lehetek szabad? Van jogom dönteni? Körülbelül igen. Mielőtt a hogyanba és a miértbe belemegyünk, mert ezek nagyon érdekes dolgok, szólnék a közönségnek, hogy kedves közönségünk, kérdezzetek nyugodtan, kommentbe írjátok meg, hogy mit tennétek föl, milyen kérdés érdekel benneteket, és azt igyekszünk mi hamarabb feltenni Noéminek ezeket a kérdéseket, szóval várjuk a kommenteket, írjatok. És amiről itt érintőlegesen beszéltél már, ugye az, hogy ha jól értem, akkor kvázi két módja van annak, hogy a családban tovább vigyük ezeket az örökségeket, ugye az egyik az epigenetikai, a másik pedig ez a hiedelemrendszer. Az epigenetika nekem egyébként az egyik kedvenc témám, tehát hogy biológia tanárként, hogy ez valami olyasmi, kedves nézők, hogy ezt szerintem mondjuk el, hogy ugye a genom, a génkészlet az olyan, mint egy nagy kotta. És hogy az epigenetika az pedig olyan, hogy oda van írva a kotta fölé, hogy pianissimo, meg forte, meg ilyesmi, és hogyha nagyon el van némítva, akkor az nem fejeződik ki, vagy nem játsszuk le. Szóval valahogy így, ugye? Így van. Ugye, tehát ugye az öröklődés az úgy, hogy van a DNS szintű öröklődés, a DNS egy ilyen nagyon konzervatív, nagyon nehezen változtatható, változó valami, viszont az, hogy a génkészletünkben melyik gének kapcsolnak ki vagy be, tehát melyik billentyűt nyomjuk le a zongorán, és azt milyen ritmusban, azt a környezeti tapasztalatok, élmények határozzák meg, amiket mondjuk a mi felmenőink megéltek. Tehát, hogyha ők féltek, szorongtak, éheztek, akkor más fajta gének hangosítódnak fel, vagy halkulnak le. Tudsz kutatást mondani, vagy példát mondani konkrétan? Mert én azt hiszem, olvastam valami vagy ilyenről, a holokauszt túlélőknél is volt ez kutatva. Így van. Ugye az egész transzgenerációs elméletnek a tudományos megalapozottsága az onnan indul, hogy valamikor a 60-as évek vége felé, 70-es években egyszer csak megjelentek a pszichológusi rendelőkben olyan emberek, akik mindenféle szorongásos tünetekről számoltak be, rémálmaik voltak, amik olyan nagyon megmagyarázhatatlanok voltak, és akkor kiderült, hogy ezek között, az emberek között egy közös, vagy ezekben az emberekben egy közös vonás van, mégpedig az, hogy ők mindannyian holokauszt túlélőknek voltak a leszármazottai. És anélkül, hogy maguk átélték volna a koncentrációs táborok, az üldöztetés rémségeit, ott voltak bennük érdekes módon ezek a szorongások, akár még olyan álmok formájában is megjelenve, amik olyan képeket mutattak, amiket ők nem láthattak, mert mondjuk a szüleiktől nem is tudták feltétlen, hogy ők egyébként holokauszt túlélők. És mégis, minthogyha ez a szorongás továbbadódott volna, és innen indultak el aztán a kutatások, és ahogy megyünk előre az időbe, és fejlődik a tudomány, egyre pontosabban meg tudjuk határozni, hogy igen, azok az emberek, akik nagy szorongást, nagy fájdalmat, vesztességet, nagyon magas szintű stresszt élnek át, bizony tovább fogják ezt adni a gyerekeikbe, akiknél valószínűbben alakul ki depresszió, poszttraumás stresszavar, arra utaló mindenféle ilyen nagyon kellemetlen, az életminőséget romboló tünetek, rémálmok, szorongások, kapcsolódási nehézségek. Egyszerűen egy olyan állapot, amikor azt éled meg, hogy jó, viszem én az életemet, de közben van itt valami feszítő érzés. És ez nagyon-nagyon izgalmas, mert hiszen így aztán tényleg látjuk, hogy mindaz, amit eddig csak így, amiről beszéltünk, ami egyébként népi bölcsességként mindig is megvolt, csak nem transzgenerációs örökségként, meg öröklődésként fogalmaztuk meg, hanem azt mondtuk, hogy nem esik messze az alma a fájától. Kérlek, ez egy transzgenerációs szemléletet tükröző mondásunk. Gyönyörű, csak nagyanyánk ezt nem tudta mondani. Hanem azt mondta, hogy nem esik mellett, persze, hogy ilyen ez a gyerek, tudjuk, milyenek voltak a meg már a nagyszülei is. Tehát, hogy ott volt ez a tudás mindig is, csak ahogy fejlődött a tudomány, mostanra ugye megérkeztek azok a bizonyítékok. Egyébként ugye ez a legizgalmasabb és a leggyorsabban fejlődő kutatási terület most. Közben érkeznek a kommentek, úgyhogy fel is olvasok egy kérdést, és ez már ugye a továbblépéssel kapcsolatos. Mekis Csilla kérdezi, hogy mennyi idő alatt és hogyan lehet ezeket a negatív családi hiedelmeket felülírni? Igen. Na, akkor most legalábbis, akkor hogy kezdjük? Tehát, hogy hogyan álljunk ennek neki? Nyilván gondolom a tudatosítás az első, vagy hogy hallunk arról, hogy ilyen lehetséges. Igen. Ugye Jung azt mondta, hogy mindaddig, amíg a tudattalanodat nem tudatosítod, a tudattalanod irányít, és te sorsnak fogod hívni. És ez egy csodálatosan komplex mondat, mert tényleg erről van szó, hogy igazából le kell mennünk azokba a mély rétegekbe, ahova el van rejtve az, hogy mi mit gondolunk a világról, és azért mondom, hogy gondolunk, és ez mélyen, nagyon is idézőjelben van téve, hiszen az okos agyunkkal gondolkodunk, itt meg érzünk, ilyen nagyon gyors reakciókat adunk az éppen körülöttünk zajló eseményekre. Tehát, hogy elkezdjük feltérképezni, hogy hogy is működünk mi. Ez nem egy egyszerű feladat. Mert nagyrészt a kritikus élethelyzetekben, mondjuk kritikus, például egy kapcsolat kialakítása, vagy egy teljesítményhelyzet, észre se vesszük a saját működésünket, tehát ritkán látunk rá arra, hogy hogyan működünk mi, ezért jó egy szakembernek a bevonásával ezt elkezdeni vizsgálgatni. Tehát az első és legfontosabb, hogy mondjuk megnézem az életemet, és azt mondjuk szakember nélkül is meg lehet tenni, hogy hol van nekem elakadásom, hogy mi jelent számomra problémát. Vagy például mi mindig visszajön az életembe többször akár, gondolom, ez egy jó jel. Így van. Tehát, hogy mi az, ami jól megy az életembe? Mondjuk jól megy a teljesítmény. Bemegyek a munkahelyemre, és én ragyogóan tudok teljesíteni, és a karrier létrán mászom egyre magasabbra és magasabbra. Viszont megnézem a magánéletemet, és azt látom, hogy tele vagyok konfliktózus kapcsolatokkal, vagy megszakadó kapcsolatokkal, vagy igazából el se tudok köteleződni, és eddig ugye megmagyaráztam magamnak, hogy hát ezek a nők, vagy ezek a férfiak, hát ezek, na hát most érted, hát hogyan lehetne elköteleződni, hát hiszen milyen problémás emberek ezek. És akkor egy idő után megkérdezem magamtól, hogy biztos? Tehát, hogy látom azt mondjuk, hogy különbség van az életemnek két területe között. Az egyiken nagyon jól funkcionálok, a másikon pedig nem. Hát vajon miért lehet? És akkor elkezdem boncolgatni a nagyrészt tudattalan hiedelemrendszeremet. És itt jön be ugye a szakember, hogy ő meghallja azokat a félmondatokat, amiket te úgy mondasz ki, hogy tulajdonképpen nem is tudod, hogy miről beszélsz, de már elárulsz valami nagyon fontos, ilyen alapviszonyulást arról, hogy igazából mi az, ami irányítja például a te kapcsolódási mintádat. Igen, itt egyébként már combosan abban a kérdésben vagyunk, amit Vörös Andrea is feltett, hogy átírhatók-e az otthonról hozott hiedelmek, és hogyan. Tehát akkor annak nyilván az első lépése ez, hogy tudatosítunk, akár okos könyvek, vagy okos podcastok, vagy videók hallgatásával, utána szakember, és aztán jön az izmos munka, gondolom, tehát az akkor a napi munka. És jön az önismeret, ami egy újra tanulása önmagunknak és a világnak. Ugye általában erről van szó, hogy megéled a terápia során azt, hogy lehet máshogy is gondolkodni, lehet máshogy érezni, és lehet máshogy viselkedni. És hogy ez oké, tehát hogy igen, és hogy hiába azt hittem, hogy nem oké. Azt látod, hogy így megváltozik az életed. Ez nem egy ilyen, és tessék mondani, ezt hogy kell csinálni. Ez ilyen nagyon apró, ilyen kis finom hangolás. Megint finom hangolás történik. Nagyon sokan egyébként pont a terápiás környezetben, kapcsolatban élik meg először, hogy lehetnek önmaguk, hogy kimondhatnak dolgokat. És már ez az élmény elindít egy változást, hogy hát ezt így is lehet, hogy nem ítélnek el, hogy nem várnak el tőlem semmit, hogy vállalhatom az érzéseimet, gondolataimat, vágyaimat. Nagyon gyakran előfordul az, hogy eljön hozzám valaki, és akkor így beszélgetünk, telik, múlik az idő, és akkor azt mondja, hogy hát eddig nem ismertem mondani azt, hogy, hát azt gondoltam, hogy ön el fog ítélni. Ez ugye már elárulja azt, hogy ő mennyire nem érzi magát biztonságban egy kapcsolatban, hogy a közeli kapcsolataiban őt, hogyha merte vállalni önmagát, akkor gyakran elítélték, vagy elutasították. És ez nagyjából mindegy, hogy milyen viselkedés vagy gondolat, mert elutasítást bármire lehet kapni. Jókedvre ugyanúgy, mint szomorúságra, sikerre ugyanúgy, mint sikertelenségre. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy léteznek ilyen univerzálisan elfogadott viselkedések, működések, érzelmek. Azt a család határozza meg, hogy ezt lehet, azt meg nem lehet. Ezt mondhatod, azt meg nem mondhatod. Itt jött megint egy érdekes kérdés Váradi Andreától, hogy szeretné tudni, hogy igaz-e az állítás, amit most csak magyarul fordítok le, hogy az emberek megragadnak abban a korban, amikor a legkevesebb szeretetet kapták. Igen, én ezt itt láttam már oldalt, hogy de jó kérdés. Hát igen, azért ezt kell, hogy mondjam, hogy ebben van egy nagyon nagy igazság, hiszen... az életünk elején kell feltankolnunk nekünk szeretetből. Mi mindannyian a szeretet lehetőségével, de nem a képességével születünk. Szeretet képességét azáltal tanuljuk meg, hogy szeretve vagyunk. És hogyha ez megtörténik az első nagyon érzékeny időszakunkban, amikor még az agyunknak egy ilyen nagyon ősi struktúrája az, ami képes befogadni információkat, élményeket, ilyen zsigeri, meg testi tapasztalásokat, akkor az ember úgy felvérteződik, kialakul benne az úgynevezett ősbizalom élménye. és ezzel lép majd be a világba, ugye, mert az elején, az élet elején, ott abban a kis szimbiotikus állapotban vagyunk még először az anyukánkkal, aztán a szűkebb családunkkal, és majd csak később bölcsödébe vagy óvodába lépünk be majd a közösségi életbe. És hogyha az elején kellő érzékenységgel, látsággal, odafigyeléssel fordultak felénk, akkor ha megvan az ősbizalom, akkor innentől kezdve már valahogy ütésállóbbá válik az ember a csalódásokkal szemben, és jobban viseli, hogyha bármiféle kapcsolati nehézsége van. Hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az élet elején legyen, mert ha nem, ha ott hiányzik, akkor tényleg megragadunk azon a szinten. És akkor vagy örökké szorongunk attól, hogy el fognak hagyni, vagy eszünk ágába sincs belemenni egy kapcsolatba, egy közeli kapcsolatba, mert megtanultuk, hogy Isten őriz, tehát közel lenni valakihez, az nem jelent biztonságot. És aztán azon kapjuk magunkat, hogy már felnőttünk, és nem tudunk elköteleződni. Szóval, hogy ami ott megtörténik az életünk elején, abba tényleg bele lehet ragadni, és ezt hurcoljuk magunkkal a későbbiekbe is egész, akár életünk végéig, hogyha ezen nem próbálunk segíteni. De hogy ugye pont ez az, ami most a beszélgetésünknek is a lényege, hogy lehet segíteni, és hogy lehet ránézni, elmenni szakemberhez, és ezzel foglalkozni. És mondom a következő kérdést, mert nagyon érkeznek a kommentek, nagyon tetszik a nézőknek a beszélgetés. Bai Bernadett kérdezi, hogy ha az idősebb családtagjaink már nem élnek, és nincs lehetőségünk kérdezni tőlük a múltunkról, akkor van-e más lehetőség arra, hogy mégiscsak tudjunk foglalkozni a transzgenerációs hatásokkal, amik értek minket? Igen. Manapság azért már nagyon sok lehetőségünk van arra, hogyha mondjuk történeteket, amit elmesélt történeteket nem is tudunk mondjuk felderíteni, mert nincsen már élő hozzátartozó, de mondjuk levéltári kutatásokból, vagy születési anyakönyvi kivonatokból nagyon sok mindent már össze lehet állítani. Rengeteg adat, információ van már digitalizálva. Izgalmas ezeket végignézegetni, hogy hol éltek, költöztek-e, hány gyerek született, hány gyerek halt meg, volt-e válás a családban. Ezek mind-mind arról beszélnek, hogy hogyan kapcsolódtak például a családtagjaink, a felmenőink egymáshoz. Hogyha sok-sok veszteségélmény volt, ami azért a legtöbb családban előfordult a 20. század elején különösen. Tehát így ez a, mondjuk eznek a nagymamai, dédmamai generáció. Az azért ott szokta hagyni a nyomát egy-egy családnak a történetében, az a rettegés, az a félelem, hogy valaki, akit szerettél, őt elveszítheted. Ez a tudás, hogyha ez egyszer megtörtént, és ez a tudás, ez könnyen adódik át, hogy vigyázz, kapaszkodj, el ne veszítsd. Egy pillanat alatt eltűnhet a szeretted az életedből. Tehát, hogy például ilyen kis apró információk is már ilyen izgalmas kis puzzle darabként szolgálnak, és ezeket így ki lehet egészíteni. Egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy általában több információ áll rendelkezésünkre, mint amiről azt gondoljuk, hogy rendelkezésünkre áll. Mert a legtöbb esetben van valami távoli rokon, akit el lehet érni, fel lehet hívni, meg lehet keresni. Hát eddig nem beszéltünk vele. Most eldöntöttük, hogy szeretnénk kutatni a családfánkat, és felhívjuk. Szóval, hogy egy picit, hogyha ez tényleg érdekel minket, akkor érdemes aktívabbá válni, és nem csak passzívan azt mondani, hogy nem tudunk róluk semmit, hanem elindulni és nyomozgatni, akár elmenni abba a faluba, ahonnan mondjuk tudjuk, hogy származnak a nagyszülők, és ott kérdezősködni, és lehet, hogy belebotlunk valakibe, aki emlékszik még. És tessék már mesélni. Hát például az apukám így elindult, és elment Tiszarofra, ahonnan a családnak az egyik ága származik, és ő pont így tudott meg információkat, hogy találkozott egy nagyon idős nénivel, és szóbál egyedett vele, és ő mesélt, nagyon sok mindenre emlékezett. Itt erről nekem is van egy nagyon rövid élményem, hogy eszembe jutott, hogy hát én meg is kérdezhetném akár a szüleimet, hogy hogyan születtem. Tehát, hogy ja, és ezt a diákjaimnak is mondom, és 18 éves korukban kérdezik meg először, és hogy ez például amíg élnek érdemes. Itt a kommentekben visszatérő, úgyhogy kiemelem közülük, mert több kommentben érkezett az a téma, hogy vajon fizikai, testi tünetek is lehetnek, például Gábor Szabadi foglalja össze ezt nagyon jól, ezt a kérdést, hogy ezeknek az elfojtott problémáknak előbb-utóbb fizikai, testi tünetei is lehetnek-e, magyarul betegségek okai is lehetnek. Tehát ez már több kommentben visszajön. Erről igen, hogyne, hát a pszichoszomatika ugye erről szól, hogy valamit nem merek megélni, valamit nem merek megmutatni, valamit nem merek felvállalni, annak a feszültsége az ott van a testemben. Hogyha nem tudom kifelé megélni, és úgy lereagálni ezt a történetet, akkor ugye ott marad ez a frusztráltság, ez testi szinten kezd el dolgozni, és megbetegíteni, hiszen ez egy stressz helyzetet jelent. Gondolj bele, nem mersz valamit kimondani, nem mersz valamit megkérdezni, nem mersz valamit megélni. Az azt jelenti, hogy akarnád, van benned egy vágy, egy elhatározás, és azt lefolytod. Tehát így vissza. Hát ez egy nagyon komoly belső stresszt jelent. És ez előbb-utóbb sejtszinten, szervek szintjén bizony károsodást fog okozni. Hogy nincs olyan, hogy elfolytok magamba valamit, és annak ne lenne előbb-utóbb valami fajta testi tünete is. Igen, ez csak akár annyi, hogy sokáig így tartom a vállam, egy idő után fájni fog, igen. Egy nagyon érdekes téma merült még föl itt a kommentekben, amit én is amúgy is mindenképp meg akartam kérdezni, és Bicó Eszter kérdezett rá, hogy ha a testvérek tulajdonképpen ugyanazt a generációs örökséget kapják, akkor mi állhat a hátterében annak, hogy sokszor mégis nagyon mások lesznek, és másféle nehézségeik lesznek az életben? Igen. Egyetlen egy testvér sem születik ugyanabba a családba. Ez egy alaptétel, hiszen hogyha elsőszülött vagy, akkor egészen más élményt jelentesz a szüleidnek. Máshogy várnak, más az ő kettőjük kapcsolata, mások a körülményeik. Aztán utána születnek a testvéreid, ők megint, tehát hogy ott már egy második gyerekhez máshogy viszonyulunk, egy ötödik gyerekhez, meg aztán teljesen máshogy. Befolyásoló tényező az, hogy mondjuk várt vagy nem várt gyerekként jössz a világra, hogy éppen aktuálisan az anyukád például hogyan érezte magát, hogy mennyire érezte magát kiegyensúlyozottnak vagy feszültnek. Hogyha nagy feszültséget él meg, hogyha egy ilyen komoly stressz állapotot kénytelen elviselni, miközben várandós veled, az egészen biztosan hatni fog rád is. Ezt tudjuk például, hogy a magas anyai stressz, az befolyásolja a magzat idegrendszeri fejlődését. És annak rengeteg következménye van, testi és lelki következménye. Tehát, hogy konkrétan mondjuk az IQ-ban kifejezhető különbség is meg tud jelenni. Mondjuk egy magas stressz szinttel várandós anyuka, és egy teljesen jókedély állapotban, a terhességét jókedély állapotban viselő anyukának a magzata között. Tehát, hogy akár hosszú-hosszú éveken keresztül kimutathatóak a különbségek. Például ez is. Tehát, hogy anélkül mondjuk ismerném bárkinek az élettörténetét, meg a családi szerkezetnek a működését, ezt már lehet mondani, hogy máshova születsz. Tehát, hogy nincs olyan. Más hívsz elő a szüleidből, anyukádból, apukádból. Lehet, hogy ugye az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a babák, ők egy adott temperamentummal születnek. Ezt lehet látni, amikor bemész mondjuk egy újszülött osztályra, hogy ott fekszenek a kis babák, akik pont akkorák, mint egy vekni kenyér, és az egyik ilyen élénken figyel, és ki van nyílva a szeme, és tudsz vele kapcsolódni, és látod, hogy reagál rád, és hát, mint hogyha egy ilyen teljesen ilyen felnőtt ember érzésed van, hogy nézd már, hát ő tényleg néz. Míg a másik baba, ő becsukja a szemét, alig nyitja ki, egészen nyugodt, egyáltalán nincs benne ez a nyüzsi. És az, hogy az anyuka és a baba temperamentuma hogyan talál egymásra, az is befolyásolja egyébként, hogy aztán a babának és a kisgyereknek milyen lesz mondjuk az élete. Hogy az élete elején, hogyha jó ez a találkozás, akkor ez egy szuper dolog. mert akkor ott a kötődés is egészen biztosan szorosabbá tud fűződni, mint mondjuk akkor, hogyha ez az illeszkedés ez nem tökéletes, mondjuk egy nyugodtabb anyuka, egy kevésbé könnyen megnyugtatható babával, egy élénkebb babával, nem biztos, hogy tud mit kezdeni. Azt éli meg, hogy hát nem tudom elhallgattatni, hogy ő mindig akar valamit, kevés vagyok neki. Tehát már mondjuk ott az anyaságban történik egy ilyen sérülés. Ott az már a kapcsolódást, azt eltolhatja a negatív irányba. Aztán megszületik a tesó, és tökéletes az illeszkedés. Ezt ugye szokták is mondani a testvérek, hogy mert ő volt az anyám kedvence. Lehet, hogy pont egy ilyen jobb illeszkedést éltek meg ők úgy, mint hogyha ott kedvence lett volna a testvér az anyukának. Igen, azt hiszem most házi feladatban én elviszem, hogy én negyedik gyerekként vajon miket hordozok emiatt magamban, úgyhogy nekem ez egy jó kis meditálni való lesz. De megint egy érdekes téma merült föl kommentben, amit szintén akartam is érinteni, ez pedig a párkapcsolati kérdés. Erdei Zsuzsanna fogalmazta meg a kérdést úgy, hogy miért választ az ember olyan partnert, akinek hasonló hibái vannak, mint a felmenőknek. Ez általában ugyanazokat a rossz megoldásokat vonzza be, mint a múltbeliek voltak. Ugye ez a komfortzóna tipikus esete. Ugye amiben felnősz, az ismerős. És az ismerős az a vonzó. Nem a jó a vonzó, hanem ami ismerős. Ezt ismételd meg, mert ez olyan döbbenetes. Igen, szóval, hogy nem az vonz minket, ami jó, hanem az, ami ismerős. Akkor is, hogyha mondjuk az ismerős, az kifejezetten rossz, nehéz, fájdalmas, kevés örömet adó. Akkor is azt fogod választani, mert azt mondod, hát persze, hát őt akarom. Hát vele legalább értem, hogy mi zajlik. És gondolj bele, hogy felnősz úgy, hogy nem kapsz kellő ölelést, szeretetet, megbecsülést. Azt gondolnánk, hogy hát, ahogy felnőttél, te keresel magadnak valakit, aki szeret, támogat, megbecsül, azt mondja, hogy de szép vagy, de okos vagy, de ügyes vagy, gyere, hagyol eljelek. És akkor te azt mondod, hogy Tehát ugye tényleg így képzeljük, hogy gondolj bele, hogy sose öleltek, és most elkezdenek ölelgetni. Hát azt gondolod, hogy ez mit akar? Én hallok ilyet családokba, úgy felnőve, olyan családokba felnőtt emberektől, akik, ahol mondjuk nem volt divat az érzelem nyilvánítás. És akkor találkoznak valakivel, aki meg nagyon nyíltan mondja azt, hogy de jó, szia, szeretlek, és meg is ölel. És azt mondom, hú de nyálas. Ez nem is őszinte, hát nem is igaz. És elkezdesz kételkedni, és már zavar. Úgyhogy ez ilyen izgalmas dolog, hogy sok mindent eldönthetsz tudatosan. Én azért nem szeretem ezeket az ilyen leegyszerűsítő magyarázatokat, amikor védd meg magad, mondd meg, változtasd meg az életedet, ahol bántanak, onnan menjél el. Hát hogyha ez ilyen egyszerű lenne, hát akkor nem vinnénk generációról generációra tovább a negatív mintákat, már pedig visszük. És ezek az ilyen döntsd el és csináld meg típusú tanácsok, ezek semmit nem segítenek, ezeket nyugodtan ki lehet dobni a kukába, mert nem így működik az életünk. Mondjuk akkor akár ezen a ponton már kis praktikákat, tehát azt már beszéltük, hogy szakember, igen. Mik azok akár ennél egyszerű praktikák, amik ebben a helyzetben nem csak párkapcsolati problémánál, hanem amikor felismerünk valamit, hogy ez azért van, mert az anyukám, mert az apukám, vagy mert a nagyszüleim, akkor miket tudunk tenni? Igen, azon mosolygok, hogy mondod, hogy ilyen egyszerű praktikák. Jó, hát ez egy olyan, az emberi idegrendszer, ugye, ez igen. Olyan bonyolult szerkezet, hogy egyszerű praktikák. Na, az első legfontosabb lépés az, hogy visszavegyük az irányítást az idegrendszerünk felett. Ugye, mert hogy mi történik? Miért csináljuk mindig ugyanazt, miért nem tudunk átlépni azokon a korlátokon, amik mondjuk akadályoznak bennünket? Hát azért nem, mert a tudattalanunk, vagyis az a limbikus rendszeri rész, az így hátra mutogatok, hogy ott van valahol az agyunknak a mélyén, az a struktúra, ami irányít minket. Tehát nem ez az okos agyunk, a kortex, az agykéreg, az új agykéreg irányít, hanem ezek a mély agyi struktúrák. Az életünk elején még csak ezek, amik érettek, még csak ők képesek a tapasztalatokat úgy elraktározni. És hogyha egy tapasztalat gyakran ismétlődik, akkor ilyen nagy világigazságként beíródik a rendszerbe. Hát ezt a világigazságot kellene ugye ilyen egyszerű praktikával átírni. Az első és legfontosabb az, hogy amikor az ember egy olyan helyzetbe kerül, amiben nem szeretne lenni, amin változtatni szeretne, az általában egy stressz szint emelkedéssel jár. Például, neked kötődési problémáid vannak, mert azt hiszed, hogy nem vagy elég jó. Elmész egy randevúra. Te hiába döntöd el előtte, hogy de, én elég jó vagyok, hiszen, és akkor elolvasod a nem tudom én a szívidet, meg megnézed magad, és leméred magad, hogy 90-60-90, tehát, hogy ebből a szempontból is szuper vagyok, hogyha neked erről nincs egy belső hited, akkor te, amikor elmész a randevúra, akkor tuti biztos, hogy a szorongásodat viszed oda. Mit tudsz tenni? Hát győzködheted magad, hogy ne szorong, szorongani fogsz. Azt tudod tenni, hogy megpróbálod ezt az idegrendszeri felfokozott állapotot lenyugtatni. Már előtte. Tehát ezért szoktam én mindig mondani, hogy hozzám terápiába úgy lehet járni, hogy közben mindenféle relaxációs és autogén technikákat is megtanulunk. Mert enélkül nem megy. Ha uralni szeretnéd az életedet, ha irányítani szeretnéd a sorsodat, akkor először is irányítsd az idegrendszeredet, az agyadat, hogy ne az automatizmusaid vigyenek téged. Hogy ne az legyen, hogy elmész arra a randevúra, és nem tudsz spontán módon beszélni, hogy nem tudsz odafigyelni a másikra, hogy nem egy kíváncsisággal leszel jelen a helyzetben, hanem egy ilyen feszült állapotban, amikor még mondjuk egy kicsit lehet, hogy nem tudom én, akár ilyen támadóbbá is válsz, mert azt gondolod, hogy ez nem egy biztonságos helyzet, és jobb, ha te támadsz, mint ha téged támad. Ja, szóval, hogy ez így működik. És aztán utána persze, amikor ez ugye párhuzamosan az önismeretben ez így szépen alakul, hogy nagyon sok mindent már tudatosítasz, és közben tudod uralni ezeket a belső működéseket, akkor szépen jönnek majd olyan tapasztalatok, amik elkezdik átírni a te belső hiedelemrendszeredet. Tehát egy kicsit így feloldódik, és megnyugszik. Így van, és egyszer csak már úgy mész el mondjuk egy ilyen randevúra, ha már ennél a példánál maradunk, hogy észre se veszed, de természetes vagy, spontán vagy. És akkor egészen más reakciót váltasz ki a veled szembe ülő emberből. Mint amikor még így mentél oda, hogy... Hogy kell, igen. Még beolvasok egy kommentet, ez most egészen más téma, most nem a párkapcsolatról, hanem itt a szülőkkel kapcsolatos. Vasvári Ágnes kérdezi, hogy ha mondjuk mi az önismeret útjára léptünk, és változunk, ugye legyen ez most első lépés, relaxációs technikák, és szakember, és ez folyamatosan működik az életünkben, de ha a szüleink nem változnak, akkor hogyan találjuk meg a hidat hozzájuk? Hát az a jó hírem, hogyha te változol, akkor ők nem tudnak nem változni. De valami a rendszerben biztos, hogy el kell, hogy mozduljon. Ugye a család, amikor arról beszélünk, hogy egy család, akkor egy rendszerről beszélünk. És hogyha a rendszer egyik eleme, nevezetesen mondjuk te, aki önismeretbe jársz, elmozdul, akkor ez húzza magával a rendszer többi tagját is. Tehát, hogyha most itt vagy te, és te elkezdesz változni, össze vagy kapcsolódva a szüleiddel, te változol, húzod őket. Képzeljétek el egy teniszjátékot, ahol mindig ugyanúgy ütünk, és akkor egyszer csak a tenyeresek helyett egy fonák jön. Hát a másik, az kénytelen lesz máshogy visszaütni azt a labdát. Tehát, hogy ez egész biztos, hogy hatni fog rájuk is. De én általában azt szoktam mondani, hogy azért óvatosan bánjunk azzal, hogy mondjuk a saját felismeréseinket, amit megélünk egy önismeretben, azt hogyan tálaljuk a szüleinknek. De hogy jó nem rögtön az első 2-3 ülés után hazaszaladni, még amikor a legelején vagyunk a terápiás élményeinknek, és rázúdítani a felismeréseinket a szüleinkre, és azt mondani, hogy na most akkor, itt öntsünk tiszta vizet a pohárba, mert ti vagytok azok, akik tönkretettétek az életemet. Erre jött is egyébként egy komment, ezt gyorsan akkor fel is olvasom, Pálinkás Tibor írta, hogy ha elfolytom a sérelmeimet, amit családtagjaim okoztak, a konfliktus elkerülése érdekében jobb, ha inkább ezt megosztom velük, még akkor is, ha konfliktust fog okozni a saját érdekemben. Hú, nem pontosan értem mondatot, de a lényegét szerintem. Én értem, igen. Ahhoz, hogy elkezdjünk arról beszélni a családunkban, hogy bennünket milyen sérelmek értek gyerekkorunkban, ahhoz azért fel kell vérteződni. Ugye itt a történettől függően. Szóval azért vannak olyan történetek, amikor mondjuk én nem feltétlen erőltetném, vagy nagy sokára, sok-sok előkészítés után mondanám azt, hogy aha, akkor most lehet, hogy érdemes lenne erről otthon is beszélni. Ez egy nagyon kényes dolog. Ugye, mert ahhoz például, hogy a szülő oldaláról legyen egy nyitottság, egy elfogadás, ahhoz neki rendelkeznie kell egy belső erővel, hogy ő el tudja viselni azt a kritikát, amit te megfogalmazol. Mert úgy fogja érezni, hogy ez kritika, mert ő lehet, hogy szerette volna ezt jól csinálni, csak nem tudta. És akkor ezt fel kell tudni vállalnia, hogy hát igen, hát sok jó szándék volt bennem, meg sok elképzelés, meg elhatározás, de hát úgy tűnik, hogy ezek ellenére is te sérültél. Vagy lehet, hogy nem is volt bennem jó szándék, mert én is csak így mentem előre az életbe, jöttél te, annyi nyűg volt az életemben, azt se tudtam, hogy mit csináljak, örültem, hogyha túlélek, hogyha el tudlak tartani, el tudlak látni, olyan nehezek voltak a körülmények, és akkor most jössz ezzel, hogy én hol rontottam el. Ahhoz tényleg kell egy stabilitás, hogy azt tudja mondani a szülő, hogy hú, figyelj ide. Na remélem, hogy te már okosabb leszel, és mondjuk nem ilyen dacból mondja ezt, hanem ilyen támogatóan. Ahogy nem egyszerű téma. Az biztos, hogy amikor belemegyünk egy ilyen beszélgetésbe, akkor nagyon fontos, hogy ne számonkérően menjünk oda, ne vádlóan menjünk oda. Hogyha a megértés a szándékunk, hogy megértsük, hogy ő vele mi történt, és miért úgy történt, ugye ez azért a terápiás folyamatnak egy nagyon fontos része, hogy elkezdjem látni a szülő történetét is, hogy ő nem azért nem adott meg nagyon sok mindent nekem, amire vágyott, vagy amire vágytam, akarta, hanem mondjuk, igen, ő is vágyott nagyon sok mindenre, amit nem kapott meg. Tehát, hogy benne is voltak hiányok, benne is voltak frusztráltságok. Nagyon izgalmas, hogy amikor a szüleinkre gondolunk, akkor mindig a gyerekszerepből nézünk a szülői énjükre. Na de ezeknek a szülőknek van ám egy gyermeki énje is. Hát ők se szülőként jöttek a világra, csak ugye te megszületsz, és azt gondolod, hogy hát a szülő, ő mindenható. Nagyon sokáig azt gondoljuk, hogy a mi szüleink omnipotensek, mindent tudnak, mindent értenek, mindent el tudnak érni. Apa, majd te megvédesz, anya, majd te ezt vagy azt csinálsz. Valahogy elhisszük róluk, hogy ők az istenek. És az önismeretbe ez egy nagyon fontos lépés, amikor elkezded megbocsátani, hogy a te szüleid nem istenek, csak húsvér emberek. Egyébként ez most egy remek pont arra, hogy, mert eddig arról beszélgettünk, hogy mi az, amit mi kaptunk, mi az, amit mit megdolgozhatunk, de van ennek egy olyan vonala is, hogy mi az, amit mi adunk át. És ráadásul most egy olyan időszak van, ami egy mérhetetlenül nagy stresszes időszak, tehát oké, hogy nem háborús időszak, de azért mégiscsak nehéz. Hogyan érdemes erre nekünk ránézni, akár itt a karantén helyzet kapcsán, hogy mi az, amit én majd tovább fogok adni, és hogyan tudom ezt könnyíteni? Hogy így konkrétan a karanténnal kapcsolatosan? Akár. A karantén, meg ez az egész járványhelyzet, ugye abból a szempontból érdekes, hogy mennyire rázta meg a te mint szülő biztonságérzetedet? Ugye ez a nagy kérdés. Ugye itt most mindannyian át kellett, hogy gondoljuk azt, hogy mennyire tartjuk biztonságosnak a világot. Mit tartunk lehetségesnek, mit tartunk lehetetlennek. Ugye mindannyiunkban van egy ilyen elképzelés arról, hogy működik a világ. Hát most ez a működésmód azért úgy keményen megkérdőjeleződött, mert nagyon sok mindenre azt mondtuk, hogy húha, hát biztos nem tud működni a világ, és kiderült, hogy de. Hát olyan nincs, hogy ma még van iskola, holnap meg már nincs iskola. Olyan nincs, hogy ma még nem tudom én hány gép repked az égen, és holnap meg már jóformán egy darab se. És hogy te szülőként hogyan viszonyultál ehhez? Hogy mennyire ijedtél meg, mennyire rémültél meg, mennyire voltál képes megtalálni ebben az új helyzetben a kapaszkodókat, a megoldásokat, a megnyugvásokat. Ugye ezt a gyereket anélkül levette, hogy te mondtad volna neki. Sőt, lehet, hogy mást mondtál, mint amit éreztél, de a gyerek az érzésedre reagált. Hát ezt már biztos, hogy átadtad, ezt a belső hiedelem rendszert arról, hogy mennyire inokhat meg mondjuk a biztonság, hogy mennyire veszélyes ez a világ. Átadtad azt a mintát, hogy mit kell csinálni például vészhelyzetben, hiszen már túl vagyunk rajta, csináltál valamit, amit a gyereked látott. Amit most tehetsz, hogyha mondjuk így visszagondolsz erre az, ami nagyjából 2 hónapra, és mondjuk azon kapod magad, hogy hú, azért ott voltak olyan időszakok, amikor nagyon kiborultam, amikor nagyon nehezen viseltem ezt a helyzetet, mondjuk erről beszélgetsz a gyerekeddel. Mert azok a helyzetek, azok a megélések, amik elbeszélhetők, kibeszélhetők, elmesélhetők, azok lesznek feldolgozhatók. És ugye a traumának mindig az a nagy problémája, hogy nem mesélhető el. Egyrészt azért, mert miközben egy nagy stressz helyzetben vagyunk, akkor az agyunknak a beszédközpontja az lekapcsol. Tehát ezt szoktuk is mondani, hogy úristen, valami olyat, nem is találok rá szavakat, olyan dolog történt velem. Tényleg, nem találunk rá szavakat, mert amikor nagyon-nagyon feszültek vagyunk, akkor az agy az szépen fogja, és egy ilyen érdekes üzemmódba kapcsol át, hogy a beszédközpont az azt mondja, hogy most erre nincsen szükség. Most erre nem kell, hogy szavak legyenek, vagy nem is tudnak rá lenni szavak. Szóval, hogy mondjuk ez biztos, hogy egy jó pár hétig, akár hónapig, így mondjuk, hogyha kisgyerekeink vannak, akkor ez egy téma lehet, hogy volt, hogy mint volt, hogy emlékszel, mi történt. Hú, akkor mi volt? Hú, de jól meg voltunk ijedve. Most akkor, hogyha visszagondolunk, mit kellett volna máshogy csinálni? Tehát, hogy beszéljünk róla, és akkor tudjuk csökkenteni ennek az eseménynek a félelmetességét például. Kicsit demisztifikálni és szavakba tenni. A karantén kapcsán még egy nagyon érdekes kérdés merült föl, hogy ugye akár elő is jöhettek belőlünk. Nekem volt ismerősöm, aki azt mondta, hogy a nagymamájának mindig volt ugye otthon a spájzban cukor, meg liszt, mert hogy mégiscsak háborús generáció, és én is észrevettem magamon, hogy azért, amikor bejött az egész probléma, akkor azért egy zappehelyjel többet, meg azért egy ristelyjel többet veszek. Ezek is lehetnek ilyen hasonló átörökített minták? Is, hiszen láttad a nagymamádnak a spájzát, tehát hogy van róla emléked, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy ez, és arra volt is magyarázat, ugye azért nagyon sokszor volt, hogy így a nagymamákat, nagypapákat froszlizták, hogy de hogy miért kell ez a spájzolás. Megmondták, hogy megéltük, hogy milyen az, amikor nincsen, tehát van róla emlékünk. Másrészt azért az egy nagyon humán működés, tehát amikor félünk, és szorongunk, és fenyegetve érezzük magunkat, akkor azért beindulnak azok a nagyon mély ösztönök, amik segítenek bennünket, amik megvédenek bennünket egy ilyen fenyegetettségbe. És mondjuk az élelmiszer raktáraknak a feltöltése, az egy ilyen nagyon ősi tudás, hogy akkor most ezt kell csinálni, hiszen akkor vagyok biztonságban, hogyha tudok, nem tudom, fűteni, világítani, meg enni. És akkor lemegyünk erre az alapműködés szintjére. És azzal érezzük azt, hogy aha, most tettünk valamit. Ugye a krízis első időszakában, ugye ezt láttuk, hogy volt egy ilyen pánikszerű állapot, ennek a pániknak a szorongatottságát, stressz helyzetét, ezt tevőlegesen próbáltuk kezelni. Azzal, hogy vásároltunk, hogy intézkedtünk, hogy fertőtlenítettünk. Tehát egy ilyen cselekvésbe próbáltuk megoldani a helyzetet. Aztán utána, amikor már ugye amikor krónikussá vált az állapot, akkor pedig az érzelmi feldolgozás tudott nekünk segíteni abban, hogy átvészeljük ezt az időszakot. Uh-huh. És ebbe vagyunk most benne combosan, az érzelmi feldolgozásban, vagy jó esetben léphetünk át ebbe most? Hát ez egy izgalmas kérdés lesz, hogy mit kezdünk majd ugye a felébresztett félelemmel, azt mennyire tudjuk majd most elengedni, lecsillapítani. Ugye félelmet generálni, felébreszteni, azt mindig könnyebb, mint elcsitítani. Nem tudjuk, hogy lesz. Igen. Itt, hogyha már valaki, és itt jött kérdés is ezzel kapcsolatban, és Kercsmár Eszter foglalta például össze jól, hogyha eljutunk oda, hogy szakemberhez fordulnánk, akár ezek miatt, vagy akár a tudatosításban eljutottunk oda, hogy ezzel talán érdemes, akkor milyen szempontok szerint keressünk, hogyan tudunk legjobb eséllyel rátalálni a számunkra a legmegfelelőbb terapeutára, pszichológusra? Ez körülbelül olyan, mint a párválasztás. Hát én most már választok. Nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Rengeteg módszer létezik, nem tudom, legalább 200 különböző pszichoterápiás módszer létezik. A módszer is fontos, ugye egyéni vagy csoportos, ez is nagyon sok mindenen múlik, hogy akkor az adott személynek pontosan mi lenne az, ami megfelelő, de ami a legeslegfontosabb, az a kapcsolódás. Ugye, ahogy mondtam, hogy az anyuka és a baba kapcsolatát és az egymásra hangolódásnak a képessége határozza meg. Az a lényeg. Akkor tud jól működni egy kapcsolat, hogyha jól tudunk egymásra hangolódni. És az, hogy te pontosan kihez fogsz tudni jól kapcsolódni, azt én nem tudom megmondani. Ez egy ilyen, van, hogy egy keresés. Van, hogy rögtön az első embernél leülsz, és azt mondod, hogy érti, tudja, hogy miről beszélek, látom rajta. Ugye ez egy izgalmas dolog, hogy szimpatikus, nem szimpatikus, egy hullámhosszon vagyunk, vagy nem. Ezek a racionalitáson túllévő dolgok. Van, hogy elsőre megtalálod. Van, hogy 3-4 terapeutával is beszélsz, leülsz, próbálkozol, míg aztán végül megvan a te embered. Mert mindig ez a legfontosabb, nem módszert kell keresni, hanem a te emberedet, aki mellett biztonságban érzed magad, aki mellett szabadnak érzed magad, aki mellett elfogadva érzed magad. A módszer az majd ilyen sokadrangú. És közben azért arra is érdemes figyelni, hogy halad előre az életed. Egy terápia sikeressége az kizárólag azon múlik, hogy az életedben megtörténnek-e azok a változások, amiket te szeretnél, vagy amik előre visznek téged. Mert hogyha ott ülsz, nem tudom én, 5 éve ugyanannál az embernél, és lehet, hogy végtelenül jól érzitek magatokat, de ugyanúgy el vagy akadva azokon a kritikus életterületeken, akkor lehet, hogy ott olyan, nem tudom én, maradtál abba a kis komfortzónába. És akkor érdemes azt mondani, hogy hát, itt nagyon jó lenni, de a fejlődésemet ez már nem támogatja. Köszönjük a tanácsokat. Itt a beszélgetés végére egy olyasmi kérdésem lenne, hogy mi az az optimista jövőkép, amit te így látsz, hogy megvalósulhat. Fessünk valami olyat, ami szerinted akár most a karantén lendületéből megvalósulhat, és hogy ezt hogy tudjuk mi és a nézők elősegíteni a saját életünkben. Hát az optimizmusnak az alapja lehet, hogy az ember tapasztalataiból tanul, hogy ezeket beépíti, megéli és beépíti, és ez formálja a világképét. És azért most én annyira boldog voltam ez alatt a karantén időszak alatt, hogy ennyi segítő, jó arc embert már nagyon-nagyon régen láttam, bár én azért mindig arra figyelek, szóval én úgy élem az életemet, hogy hogy amikor hallom, hogy jaj, ezek ilyenek, meg képzeld, ez történt velem, akkor azon csodálkozom, hogy velem is megtörténnek, de ezeket így elengedem, mert hogy ezeket a jó fejembereket figyelem inkább, és rájuk fókuszálok, és most nagyon sok ilyen jó arcember volt mindenhol. És én azért abban bízom, hogy ebből valami megőrződik. Én látom itt ezeket a nagyon sok helyen ilyen pessimista megjegyzéseket, hogy az ember gyarló lény, és akkor most megint visszatérünk ugyanoda, ahol voltunk. Szerintem nem. Amit tehetünk, az az, hogy a saját kis mikrokörnyezetünket elkezdjük megtölteni jó arcemberekkel, és hogy belőlük alakítunk ki ilyen megtartó közösséget, és adunk nekik, és támogatjuk egymást, és amikor a te, ugye az van egy mondás, ami szerint annak az 5 embernek vagy az átlaga, akikkel a legtöbb időt töltöd. Hát akkor most látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik segítőkészek, akik kedvesek, akik empatikusak. Hát építsünk belőlük egy kapcsolati hálót, és talán akkor, hogyha éppen most nem annyira látjuk pozitívan az életünket, akkor 1-2 hónap, vagy akár 1-2 év elteltével azon kapjuk magunkat, hogy jó azért ebben a világban lenni. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, Noémi, hogy velünk tartottál, és elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönöm a beszélgetést.